Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Bonyhádon rendezték meg a Tolna megyei úszó diákolimpiát, melyre közel 170 diák érkezett a megye több településéről. Az általános iskolás tanulók képviselték így például Bátaszék, Bonyhád, Dombovár, Paks és Szekszárd településeket, csak hogy néhányat említsünk. Volt olyan úszó is, aki ezen a versenyen saját egyéni rekordot döntött. A legjobbak márciusban a Budapesten megrendezésre kerülő országos úszóbajnokságon állnak majd újra rajtkőre. Közel 170 diák érkezett a Tolna megyei úszódiák olimpia döntőjére, amelynek idén a bonyhádi tanúszoda adott otthont. 90 óta rendezzük itt a megyei úszódiák olimpiákat Bonyhádon. Ezen a napon az általános iskolák első és negyedik korosztályos, tehát elsősök és nyolcadikosok vesznek részt. 24 egyéni számban és 6 váltószámban lehet tovább jutni csak az elsőknek az országos bajnokságra, ami az idén márciusban lesz Budapesten. Úgyhogy nagy a tétje ennek a versenynek, mert nagyon sok jó úszó van, aki csak esetleg század másodperc fog elválasztani attól, hogy bejut-e az országos döntőbe vagy sem, úgyhogy mindenki teljes erővel fog ezen a versenyen részt venni. Ezt a versenyt megelőzte egy város-városkörnyéki verseny. 5 városkörnyéki helyszínről jutottak be ide versenyzők, Szekszárd és városkörnyéke, Bonyhád, Bátaszék és Paks és környéke körzetekből. 2004 óta B kategóriában is szerveznek versenyeket, tudtuk meg a szervezőtől, ami azt jelenti, hogy annak is lehetősége volt megmérettetni magát, aki nem leigazolt úszó. Ami azt jelenti, hogy akik nem versenyszerűen sportolnak, hanem hobbi szinten, egyéb elfoglaltságuk mellett választják ezt a sportágat, őket külön vette a Magyar Diáksport Szövetség a leigazolt úszó versenyzőktől. Ez felső korcsoportra érvényes, tehát 5. osztálytól fölfelé, az 1-től 4. osztályig mindenki versenyezhet együtt, egy osztályban a leigazolt, a nem leigazoltal. Úgyhogy itt most nincsenek itt a A kategóriás versenyzők a felsőbb évfolyamokban, azoknak külön csak országos fognak majd rendezni. Először a gyorsúszással fogunk kezdeni, a kicsi fiúkkal kezdve és a 4. korcsoportos lányokkal befejeződve, utána gyorsúszásban eredményt hirdetünk, majd következik ez egy kis pihenő is a egymás után két számban úszó versenyzőknek, utána a mellúszás, és ezt követi a hátúszás. És végül a nagyon közkedvelt váltóversenyekkel fejezzük be a idei megyei diákolimpiát. Az úszodával rendelkező települések közül feltűnőek a bátaszékiek kiemelkedő eredményei a Tolna megyei mezőnyben. Látszik a műhelymunka, amit Nagy Ákos edző, testnevelő tanár megteremtett. Most 28 diákkal érkeztek a versenyre. Azért mi egy fiatal csapatnak vagyunk tekintetők az úszósportban, hiszen 9-10 éve folyik egy, azt mondom, hogy szépen lassan felépülő rendszer, és az utóbbi 4-5 évben rugunk így labdába a megyei úszósport életbe, tehát én azt gondolom, ha 28 kategóriában csak 5-öt beúzzunk, akkor szégyenkezni valunk nem lesz. A legjobbak március közepén a Budapesten sorra kerülő országos úszóbajnokságon állnak újra rajtkőre. Váratlanul érte a Dombóvári Atlétikai Klub vezetőit, legnagyobb tehetségük a sprinterek között az egyik legnagyobb hazai reménységnek számító Farkas Bence évelei bejelentése. Elhagyja nevelőklubját és Pécsre igazol. A Tolna megyei klub évadnyitó és egyben a tavalyi évet lezáró ünnepségén méltóképpen búcsúzott a 18 éves atlétától, aki 100 méteren, de legfőképpen 200 méteren ért el figyelemre méltó eredményeket.
Édesbusz kis ünnepség vezette fel, végig kísérte a Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület a Dovase évadnyitó egyben a tavalyi évet értékelő rendezvényét. A Dovase két éve üstökösként berobbant sprintere, Farkas Bence, a jelenlegi magyar atlétika egyik legnagyobb 100-200-as tehetsége, ugyanis a napokban eligazolt Dombóváról. Neki az útja, mint jó néhány itt felfedezett, felkészített középtávfutónak, nem Budapestre, hanem a szomszédos pécsi atlétikai klubhoz, a PSN-hez vezet. Nem is költözik el Dombóvárról, itt tanul továbbra is, a távolság a sport miatt áthidalható. Sprintársak vannak, elég jól ismerem őket, úgy, mint akiknél itt voltam, őket is nagyon ismertem. Nem fogom elfelejteni őket, ugyanúgy a barátaim maradnak. Most, hogy átmentem Pécs, ugyanúgy vannak sporttársaim, őket is ismerem, ugyanúgy a barátaim. És aki az edzőm, abban, aki most van az edzőm, abban megbízom. És aki az edzőm, az a Völgyi Erzsébet, aki most ő lett Imre bácsi helyett. Emlékezzünk még a Tolna megyei diáksporttanács tavaly évvégi szokásos díjkiosztó ünnepségére, ahol Farkas Bence határozottan állította kérdésünkre, nem áll szándékába még most eligazolni, új edzőt váltani Dombóvárról. Két hét leforgás alatt azonban a kulisszák mögött történtek olyan egyeztetések, miután a szakítás bekövetkezett, amiről sem ő, sem nevelőedzője Tar Imre nem óhajtott a nyilvánosság előtt részleteket elárulni. Egy biztos, közös megegyezéssel, békével válnak el útjaik egymásról. Én úgy érzem, igen, hogy a legtöbb van, hogy nagyon sok van bent, nagyon sok, és hát elsősorban 200 méteren, de valószínű majd később fel kell vinni 400-ra is, tehát ilyen 200-400-as futót, én legalábbis így terveztem, csak úgy beszéltem meg a magyar atlétika vezetőivel is, hogy egyelőre 100-200-ra készítem. Magyarul gyorsítani kell, hogy tudja legalább futni, mint egy 20-60-at, 20-70-et, 200-on, hogy érdemes legyen majd esetleg 400-ra áttenni. Hogy lesz-e belőle 400-as, ahogy nevelőedzője prognosztizálja, ez még a jövő zenéje. Minden esetre 100-on, de még inkább 200-on, már most nagyon komoly eredményei vannak Bencének. 2018-ban az argentinai ifi olimpián új magyar ifi csúcsot 21-25 századot futott. A napokban pedig Bécsben, fedett pályán, szintén 200-on, ilyenkor még nem várt 21-34-et repesztett. Ha ennél szabad téren csak 400-addal fut rosszabbat a 18 éves Farkas Bence, akkor már az idén bemutatkozhat a Kenyában sorra kerülő junior világbajnokságon. A Tolna megyei labdarúgás élcsapatai, valamint az első osztály középmezőnyéhez tartozó gárdák sokszor meglepetéssel szolgáló felkészülési kispályás tornája, a Vázbau Kupa, melyen általában nem a legesélyesebbek nyernek. Nem volt ez másképp a 18. tornán sem. Jellemzően a téli kispályás labdarúgó teremtornákon a klub hovatartozást illetően vegyes csapatok lépnek pályára, amelyek szimpátia, barátság, játéktudás alapján szerveződnek elsősorban. Egyébként sok esetben más csapatok képviseletében játszanak a barátok, tavasszal és ősszel éles meccseket a nagypályán. A Vázbau Kupa az egyetlen torna megyében, amely a megye egyben meghatározó csapatok randevúznak, a Dombóvár kivételével valamennyi el is fogadta az idei meghívást, amire a mecénás névadó tulajdonos felettébb büszke. Ennek a Vázbau Kupának mindenképpen más és jóval nagyobb jelentősége van, mint bármely egyéb ilyen kispályás téli tornáknak, mert ott különböző baráti társaságok összeállnak és csinálnak egy kupát a maguk örömére. Ez konkrétan megye első osztályú csapatok odaigazolt játékosaiból szerveződhet, és komolyan szolgálja az adott csapatok fölkészülését. A Bonyhád, a Tamási, a Tolna, a Bátaszék a meghatározó megyei csapatok legjobb játékosaikkal érkeztek. Úgy szintén a Kakasd, a Szedres és a Tevelés. Sokszor állapíthatjuk meg egy ilyen téli torna kapcsán,
A nagy pályán jellemző erőviszonyok a parketten nem képeződnek le. Most is ez történt, különösen a torna vége felé. A roppant motivált, piros-fehérben játszó teveliek ugyanis nem álltak meg annál, hogy tovább jutnak a csoportjukból. Az elődöntőben az egyik legnagyobb esélyessel, a mezőny egyetlen NB3-as csapatával, a szekszárdi UFC-vel találkoztak. Tényleg olykor elmosódnak az erőviszonyok. 6-2-es vereséget mért, szinte hihetetlen, a gyorsan, roppant fegyelmezetten és mindig visszazáró kis csapat a nekik nagy UFC-re. Csapatkapitányokkal még a közelgő elődöntő előtt váltottunk néhány szót. Engem is váratlanul ért, és szerintem az egész csapat is meglepődött ezen. De úgy gondolom megérdemelten kerültünk be, mert első meccsen mondjuk nem hoztuk ki teljes formánkat, nem tudtunk olyan játszani, de utána viszont teljes szívünket beleadtuk, és szerintem megérdemelt jutottunk a döntőbe. Hát így konkrétan a csapat nem szokott indulni tornákon, játékosok külön-külön csapatokba szoktak, és a felkészülést azt most elkezdtük, teremben játszottunk, és az annak is köszönhető, hogy így összeállt a csapat a végére. A kulcsjátékos a cirka fél óra elteltével sorra kerülő, Bonyhád elleni döntőben alkalmazandó taktikájukba is beavatott bennünket. Úgy beszéltük meg, hogy nem az ellenfélekkel foglalkozunk, hanem magunkkal, és folytatni ugyanazt a játékot, amit előző meccseken csináltunk, és akkor esetleg, hogyha nem is nyernénk, de mindent beleadunk, és az a célunk, akkor sem lehet szégyenkezni. A szerénységgel párosuló alázat segítségére volt a piros-fehéreknek a Bonyhád elleni fináléban is. Ugyanúgy 1-2-ről fordítottak, mint az elődöntőben az UFC ellen, és fél perccel a befejezés előtt döntetlen állásnál a sors is úgy akarta, hogy a Tevel szerezte meg a Vázból kupák történetében első győzelmét. Az idei fináléban Tevel Bonyhád 3-2. A Viski futballklubnak adományozta Paksváros önkormányzata a labdarúgó pálya korábbi mobil lelátó azon 450 férőhelyes ülőrészét, melyeket a PSE a stadion felújítása során újakra cserélt. A szállítmány múlt héten jutott ki Ukrajnába. A megye 1-es Viski labdarúgó meccseken tavasszal már ezekről az ülőhelyekről szurkolhatnak a rajongók. Hatalmas kamion tolatott be a Paksi labdarúgó stadionba hétfő délután. A munkások nagy lendülettel rakották fel az egykori lelátó lebontott darabjait, melyeket a stadionépítés során újakra cseréltek. Összesen 450 férőhelyes ülőrészt adományozott Paksváros önkormányzata és a Paksi FC a Viski futballklubnak. Tavaly előtt, amikor itt járt a Viski polgármester egy delegációval, akkor elhoztuk megmutatni az épülő, akkor már épült a stadion, akkor se volt még kész, és ránézett a lebontásra kerülő lelátóra, és kérdezte, hogy mi lesz ezeknek a székeknek a sorsa. És mondtuk, hogy fogalmunk sincs, de valószínűleg nem fog kelleni. És akkor mondták, hogy hát neki kellene. Ugye Visknek van egy szép fekvésű foci pályája, több pálya is van ott egymás mellett, de hát a stadionnak az a pici kis lelátója, ami egyébként Visk az több mint 10 000 lakosú, tehát Paksal összeméretű nagyságú település, de hát a pályájuk az gyenge, nem ilyen, pláne a lelátó nem. És hát végül is arra azt beszéltük meg velük, hogy amikor ez a mobil lelátó, ugye hát itt egész lelátók voltak, ilyen mobil ilyen könnyű szerkezet acélból, amikor ez szétszedése kerül, utána amennyi nekik kell belőle, azt mi oda tudjuk adni, oda tudjuk ajándékozni Visknek, és akkor 450 férőhelyt kértek el tőlünk, és hát ennek a pakolása folyik. Hát lassan ment az ügy, mindenféle bürokratikus akadályok voltak, nehezen ment a megszerezni ott az ukrán államnak a befogadó készségét, hogy egy ilyen humanitárius segélyként jut ki egyébként ez a lelátó, hogy ezt ők fogadhassák, de ez is eltartott egy fél évig, amíg ezt sikerült megszerezni. Aztán itt a fuvar megszervezése sem volt könnyű, végül is egy viski fuvaros szállítja, mert célszerűbbnek találtuk egy olyannal elvégeztetni ezt a feladatot, akinek ott van a helyismerete. Úgyhogy reméljük, hogy holnap elmegy a lelátó, ott bejut Ukrajnába, és akkor ott föl lehet majd állítani. Majd jövő héten kimegyünk egy szakemberrel, innen a klubtól, aki ért hozzá, hogy hogy kell ezt összeállítani, és akkor ő megmutatja nekik, hogy hogy kell fölállítani, és ezt már ők megcsinálják.
A rakomány másnap indult útjára Ukrajnába, a célállomás Visk, ahova a Paksi FC NB1-es labdarúgó csapatát is várják majd egy pályaavatóra. A Baranyai megyeszékhelyen rendezték a Magyar Kerekesszékes Kosárlabda Bajnokság negyedik fordulóját, melyen a PTE Pac Rolling Basket, a Soproni Tigrisekese és a Törekvésesek Kerekesszékes Kosárlabda csapata vett részt. A diósgyőriek pihenőnaposok voltak. A PTE Pac Parasport szakosztály keretein belül alakult meg a kerekesszékes kosárlabda csapat, azaz a Rolling Basket, mely 2019 őszétől a magyar bajnokságban is megmutatja magát. A negyedik fordulót Pécset rendezték, melyen a házigazdákon kívül egy soproni és egy budapesti gárda vett részt. A mi csapatunk nagyon jó, fejlődünk sokat, mondjuk mi vagyunk a leggyengébbek a bajnokságban, de van miért küzdenünk legalább. És úgy látom, hogy jó úton haladunk. Én 2 éve, és azt, hogy újra kell tanulni az egész kosárlabdát, mert teljesen más a mozgás. Más helyzetek vannak, másképp kell eldobni, sok minden más benne. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elkötelezett a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtésében, sportolási lehetőségeik és életminőségük javításában. Ezért működteti a Fogyatékkal élő kosárlabdázók bizottságát, mely többek között szervezi és lebonyolítja a Magyar Kerekesszékes Kosárlabda Bajnokságot és a Magyar Kupát. Mi abban a szakaszban vagyunk még, hogy tanuljuk ezt a játékot. 1 éve alakult a csapat, gyakorlatilag ez az első bajnoki szezon, amiben beneveztünk. A törekvés csapat, akivel most játszunk, már 30 éve csinálja ezt a játékot. Tehát van még mit behoznunk, tanulunk. Egyrészt toborozzuk a játékosokat, újabb játékosokat, és minél több fiatalt szeretnénk bevonni ebbe a játékba, és az a célunk, hogy tanuljunk, hogy lehetőséget biztosítsunk nekik a sportolásra, és nyilván nem mellékes az eredmény, de ez most pillanatnyilag nem reális, hogy mi most itt ezeket a csapatokat, talán jövőre már szorosabb meccseket tudunk velük játszani. 4 csapat játsza a kerekesszékes kosárlabda bajnokságot Magyarországon, egy diósgyőri, egy budapesti, egy soproni és egy pécsi csapat, és minden bajnoki fordulón 3 csapat találkozik, egy pihenős, most a miskolciak a pihenősök, itt tehát most a soproni és a budapesti törekvés csapata van a mai napon itt, és az 3 csapat körmérkőzést játszik egymással. 2 mérkőzés már lezajlott, a Sopron megverte a Pécs csapatát sajnos, a 2 bajnok aspiráns, a törekvés és a Sopron csatájában most mai napon a törekvés, a budapesti csapat került ki győztesen, és most ez a 3. mérkőzés, ahol a edzőpartnerei vagyunk a budapesti csapatnak. A bajnoki fordulóra ellátogatott Bajáról az Impulzus a Parasport Jövőjéért alapítvány létrehozója és elnöke Vereckei Zsolt is. Ő az egyetlen magyar sportoló, aki 7 egymást követő paralimpiáról is éremmel tért haza. 3-szoros paralimpiai bajnok. Alapítványának legfőbb célja, hogy segítséget, támogatást nyújtson a hátrányos helyzetű, különösen a fogyatékkal élő személyek és csoportok számára. Nekem az a misszióm, hogy én megéltem azt, hogy milyen örömet ad a sport, és én ezt szeretném, hogy minél több sorstársam megélhesse azt az örömet, amit a sport tud nyújtani. Úgyhogy ezáltal minél több helyre elmegyek, és nagyon köszönöm a meghívásokat. Próbálunk ezzel élni is, és népszerűsíteni a parasportágokat. Én nagyon örülök neki, és olyan jó látni, nagy élménnyel jöttem most is ide Pécsre, és látom, hogy itt nagy fejlődésen megy keresztül itt a parasport, úgyhogy itt a boccsától kezdve az úszásig, a kerekesszékes kosárlabdáig itt tényleg itt sok minden megtalálható, úgyhogy én szeretnék mindenkit arra biztatni, sorstársaimat, hogy akik szeretnének, akár sport iránt érdeklődnek, jöjjenek le nyugodtan ide, és nézzenek meg egy edzést, nézzenek meg meccset, ki lehet próbálni a kerekesszéket, be lehet ülni, hogy megy a labdajáték ezzel együtt. A 4. forduló mérkőzéseinek eredményei: PTE Pac Rolling Basket Soproni Tigrisekese 36-59, Soproni Tigrisekese Törekvésese 27-37 és Törekvésese PTE Pac Rolling Basket 62-15. A következő forduló februárban a most szabadnapos Diósgyőriek otthonában lesz majd.
felnőtt birkózó minősítő versenyt rendeztek Pécsett. Az évadnyitó viadalon a felnőtt korosztály mindhárom szakákban kipróbálhatta magát. A megmérettetés több kategóriában is válogató volt a februári római Európa-bajnokságra. A PTE Peac birkózó szakosztályát három sportoló képviselte, akik egy arany és egy ezüstérmet, valamint egy negyedik helyezést szereztek. Kötött fogású, szabadfogású és női küzdelmeket láthatott a közönség szombaton a Gandhi sportcsarnokban. A versenyzők többsége a közelgő Európa-bajnokságra készül. Igazából gratulálok, mert elég nagy sikereket tudtak elérni, ugye birkolásban is, meg a jól tudom szumóban is. Ugye most pénteken nekünk volt szerencsénk lent edzeni a teremben, ezért hálásak is vagyunk, mert a súlyunkat a jó környezetbe tudtuk megcsinálni, lehozni az adott súlyra. 2004 óta birkózok, és édesapám után kezdtem el én is ezt a sportágat űzni, sajtani. 2017-ben sikerült U23-as Európa és világbajnok ezüstérmesnek lennem, és hát most az a cél egyelőre, a rövid távú cél, hogy most kiharcoljam a válogatottságot, és ugye az Erbén tudjam képviselni hazánkat. Most jelen pillanatban a pénzügyőr színeibe birkózok, de most fogunk, azt hiszem, ha jól tudom, januárban átigazolni a Csepelbe. Igazából ez az elmúlt években elég nagy klubban nőtte ki magát, mert ugye két éve mi nyertük a Szuperligát, szóval mondhatni, egész nagy klub lettünk. A római rangsorverseny miatt több kiváló birkózó nem vett részt a pécsi eseményen. Akadt azonban így is bőven sportoló a hazai válogatón, aki korábban már szerzett érmet felnőtt világversenyen. Olimpiára készülünk, ki kellene jelöljük azt a válogatottat, akik még a hátralévő két kvalifikációs versenyen esetleg megszerezhetik a olimpiai kvótát. Ez az első állomás, aki itt a válogatón jó pozícióba kerülhet, az a február közepén megrendezésre kerülő Európa-bajnokságon kap először lehetőséget, és aztán majd meglátjuk, hogy a márciusi, illetve a április végi kvalifikációs versenyen hogyan tudunk tovább jutni Tokióba. Magyarországon hál' Istennek népszerű, nagyon sok gyerek, nagyon sok óvodás és alsó tagozatos gyermek jelentkezik a sportágunkra. Gyötrelmes sportágról lévén szó, sajnos nagy a fluktuáció, úgyhogy akik megmaradnak, viszont azokkal szép sikereket tudunk elérni. Európában sajnos a megmérettetés, illetve a kötött fogás helyzete egy kicsit háttérbe szorult. A világon ugye a egyéb kontinensek azok a szabadfogást jobban szeretik, jobban kedvelik, ott jóval nagyobb a konkurencia is. A három szakákban összesen 109 birkózó lépett szőnyegre az év első válogató versenyén, melyen szinte mindegyik kategóriában körmérkőzés, azaz az úgynevezett nordik lebonyolítási rendszerben dőlt el a helyezések sorsa. Három éve alakultunk, gyakorlatilag én statisztikai adatokat mondanék, mert erre órákat lehetne beszélni. Jelen pillanatban az országos ranglistán igen előkelő 12. helyezést szereztük meg. Ezzel megelőztünk számos nagymúltú fővárosi és vidéki klubot. Harmadik legeredményesebb vidéki klub lett a PTE Peac. Céljaink között szerepel, hogy ezt még tovább tornázzuk fel. 125 nevezés érkezett. Közepes létszámmal jelentek meg a versenyzők. Vannak súlycsoportok, ahol már eldőltek a kvalifikáció alapján, azok kisebb létszámmal jelentek meg abban a súlycsoportban, de egy csomó súlycsoportnál még nyitott ez a versenyzés. Nagy terveink vannak, egy utánpótlás nemzetközi versenyt szeretnénk rendezni. Tervezés alatt van, dolgozunk már rajta, meccsek olimpia néven szeretnénk majd megrendezni. Ez a kelet-európai régió legfiatalabb versenyzőinek szeretnénk egy nemes versenyt lebonyolítani. A PTE Peac versenyzői közül Gazdag Krisztián arany, míg Kis Károly ezüstérmet szerzett. Járfás András juniorként az előkelő negyedik helyen zárt. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták, benne Baranya és Tolna megye friss sporthíreivel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!